Garfield. Magyar hangok. Kerekes József, Cvetkó Sándor. Magyar szöveg Andrási Sára, hangmérnök Hidvégi Csaba, vágó Mendre János, rendezőasszisztens Szász Andrea, gyártásvezető Rába Ildikó, szinkronrendező Steiner András, producer Kovács Zsolt. Egér kisasszony. Következő műsorunk a dühöngő kungfu szörnyek. Igazi klasszikus. Hogy nem kapott egyetlen jelölést sem, nem tudom. Lefekszem, Garfield. Nem maradj fent túl sokáig régi filmeket nézni, rendben? Lássuk, mit adnak a dühöngő kungfu szörnyek után. A dühöngő kungfu szörnyek 2, a folytatás. Ezt muszáj megnéznem, és aztán mi megy? A dühöngő kungfu szörnyek 3. Kezd olyan érzésem lenni, mintha lenne itt valami rendszer. Dühöngő kungfu szörnyek 4. Ez volt az, amelyik a dühöngő kungfu szörnyek előtt játszódik. Aztán az 5 és a 6. A dühöngő kungfu szörnyek 11-jel véget ért a Hajnalhasadtáig című műsorunk. Pont most hagyjátok abba. Jó reggelt, Garfield. Van egy kis dolgom a városban. Valószínűleg egész nap oda leszek. Megyek, lefekszem. Valószínűleg egész évben oda leszek. Aludni. Aludnom kell. Semmi nem tántorít el az alvástól. Különösen ez nem. Azt akarod, hogy elhajítsam a botot, hogy visszahozhass? Na jó. Akkor eldobom a botot, hogy visszahozhassd. Obul, a hátsó ülésen bujkáltál? Velem akarsz jönni, míg elintézem a dolgaimat? Rendben, de kösd be magad. Így, egyel kevesebb tényező, ami elszakít az alvástól. Szia! Szia, Cincin! Most nem érek rá, aludnom kell. Nem zavarok, Garfield! Egyik egér sem fog, egy nagy kirándulásra megyünk, és épp a kertbe gyülekezünk. Azt hiszem, most hozzásegítem magam az egérbüféhez. A macskariasztó! A macskariasztó! Macskariadó! Macskariadó! Ismétlem, macskariadó! Macskariadó, gyerünk, Garfield! Muszáj nekem is. Próbálkozzatok csak, egérkék, úgysem menekültök. Jaj! Tessék, hadd segítsek. Hagyd el a hátsó kertet, és hagyd békén az egereket is, Bruno. Visszatérek egy következő ebédidőben, de visszatérek. Mivel tudnánk meghálálni, Garfield? Lépjetek le végre kirándulni, hogy alhassak. Hallottátok? Menjünk, srácok! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Ritmusra lép, nem lazsál! 1, 2, 3, 4! Remélem, nem késtem el! De talán elkéstem, de azért remélem, hogy nem késtem el! Cincin bácsi! Cincin bácsi! Cincin bácsi! Bárki, aki nem Cincin bácsi! Akkor most végre ideje egy kis komoly alvást végezni. Kíváncsi vagyok, megye a dühöngő kungfu szörnyek 12. Nem. Aludnom kell. Édes, gyönyörű álom. Ha,
Bácsi, és a többiekért tudod, hogy hova elment? 10-kor lett volna az indulás a hátsó kertből, de most 9:52 van, és sehol senki. Amúgy szép a házad, de jobban szeretem, ha van a díszínűek. Mi a neved? Az én nevem Méri Margaret az egész, és Cinci bácsi az én bácsikám. Neked van bácsikád? Nekem 9 is van. Minden gyerek, bár anya szerint Afri bácsi inkább patkány. Ez vicc volt, anya szerint a macskák gonoszak. Ezért vigyáznom kell velük, mert egereket esznek. Ezért nem is kéne beszélnem veled, szóval te macska vagy? Nem, nem vagyok macska. Hangyász vagyok. Remek, örülök, hogy nem vagy macska. Voltál már Portugáliában? Mondta már, hogy a nevem Méri Margaret az egér. Te vagy az első hangyász, akivel találkoztam. Azt hittem, egyszer találkoztam egy pingvinnel, de kiderült, hogy csak egy rosszul öltözött törpe vagy. Mondhatok valamit? Ez a te házad. Azt mondasz, amit csak akarsz, Mr. Hangyász. Mit szeretnél mondani? Azt szeretném mondani, hogy csend! Sajnálom, de az egerek már elmentek egy kicsit korábban, majd visszaérnek, ha mit tudom én, amikor visszaérnek. Semmi baj, Mr. Hangyász, játszhatunk addig mindenfélét, amíg visszaérnek. Én szeretem a játékokat. Na és te? Az alvósat szeretem. Azt én is szeretem. Semmi gond, Mr. Hangyász, majd megyek és magam fedezem fel a környéket. Ha látok valahol egy hangyabolyt, majd szólok, jó? Beszédes egy teremtés, mit ne mondjak. Remélem, nem fut bele Brunóba. Nem az én gondom. Vannak fontosabb. Most már az én problémám. Vagy kék-kék madár? Miért nem vagy lila vagy okkersárga? Vagy a vés egyik árnyalata? Mert hogy az a kedvenc színem. Tudod, hogy a naprendszer legnagyobb bolygója Jupiter? Voltál már Portugáliában? Szia, kukac! Mindig is kukac akartál lenni? Ha felvennél egy bundakabátot, már hernyó lennél? Voltál már Portugáliában? Hello, Mr. Hangyász! Ismered kukacot? Na jó, tudod mit? Játszom veled. Meg fogom bánni. Biztosan meg fogom bánni. Milyen érzés hangyásznak lenni? Nyersen vagy sütve eszed meg a hangyákat. Kérdeztem már, hogy voltál a Portugáliában? 6-szor is. Hé, spórolj a kérdésekkel. Játszunk bujócskát, rendben? Én elbújok, te vagy a hunyó. És te bújsz el, és én számolok. Ne bújhatnék el én, és te számolnál? Elbújni az igazi móka. Csak takard el a szemed, és számolj! 10 000-ig, aztán gyere és keresd meg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Órákba telik, míg megtalál itt. Van időm szunyálni egyet? Olyan fáradt vagyok. $9,998, $9,999, $10,000! Megtaláltalak! Miért ezt ágyalába ültál? Miért lettél hangyász? Mi a kedvenc virágod? Az én kedvencem a petúnia. Már még sosem láttam egyet sem. Én még sosem ültem egyesem, de egyszer teljesen egyedül megettem egy hatalmas tojássalátás szendvicset. Azt hiszem, ez nem mindennapi dolog. Na, most évek! Miért így alszol? Szeretsz horkolni? Álmodtál már arról, hogy Portugáliában vagy? Én nem horkolok. Egyszer egész éjjel fent maradtam, hogy meghallgassam, hogy horkolok-e, de nem. Kitalálod, hány éves vagyok? Van Árni nevű ismerősöd. Egyszer találkoztam egy Árnival. Igaz, ők Richardnak hívták, de úgy döntöttem, Árnira fogom őt hívni. Találkoztál valaha Abraham Lincolnnal? Tudtad, hogy egy olyan gerendaházban született, amit az apja épített fel? Hallgass! Hát nem nagyszerű, hogy minden narancs-narancsárga, pedig amikor még csak nőnek zöldek, és mégsem hívják őket zöldek. Hallgass már! Mi a neved? Az én nevem Méri Margaret az egér, és Cincin bácsi a bácsikám. Neked van bácsikám, neked 9 is van. Minden gyerek, már anya szerint az ő bácsi inkább patkány. Ez egy vicc volt, te egy macska vagy, anya szerint a macskák gonoszak. Ezért vigyáznom kell velük, mert egereket esznek. Szóval, ha macska vagy, nem is kéne veled beszélnem. Kipakolom, amiket vettünk, te pedig keresd meg Garfieldot, és játszatok. Ki? Hol? Merre? Mikor? Ja, csak te vagy a Zubul. Épp Cincin unokahúgával játszottam. Hová tűnt? Visszajöttünk, Garfield. Mi van az unokahúgommal? Nos, éppen társasjátékoztunk, és
Elaludtam. Igen, ez gyakori jelenség mellette, és hová ment? Bruno! Bruno, elkaptam Mary Margaret-et! Meg kell találnunk, mielőtt tudod! Tudom! Hallgass már! Csak hallgass el! És nem, sosem voltam Portugáliában. A tanulmányom alapján szinte senki sem volt. Kérdeztetek valamit? Nem. Csak egy kérdés. Nagyon fontos lenne. Jól van, de csak egy kérdés. Köszönöm, te egy macska vagy? Igen. Igen, én egy macska vagyok. Ó, ez jó tudni. Nyomát vesztettük volna. Elég meg! Kérlek, elég! Hello, Mr. Hagyász, Cinci bácsi és Cuki kutyus! Gyere vissza az egérlyukba, Mary Margaret, meghívunk vacsorára! Elintéztem azt a csúnya, gonosz macskát! Nem szeretem a macskákat! Ha meglátok még egyet, ugyanazt teszem vele, mint a másikkal! Nem, nem félek tőle. Miért is kéne félnem, hiszen hangyász vagyok. Milyenek a hangyák erre? Egy kis csokimázas hangya jól esne vacsorára.